Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. A Nálatok Mizu legújabb adásával jelentkezünk, még mindig innen a Városház díszterméből. Ahogyan azt az előző részben is elmondtuk, bár az online világból már ki tudtunk lépni, és találtunk egy nagyon szép helyszínt, ahol majd a jövőben ezt a műsort tudjuk folytatni, de egyelőre az időjárás ezt még nem tette lehetővé. Viszont itt a Városháza most tudunk legalább már élőben egy jót beszélgetni beszélgető társaimmal. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Bemutatnám vendégeimet. Vinicai Attila, mondhatom azt is öröző tulajdonos, vagy vendéglátós igazából gyakorlatilag Bármi, ahogy jól Köszönöm, lesz. hogy elfogadtad a meghívásunkat, és köszönöm szépen, hogy biztosítod majd nekünk a jövőben a helyszínt a beszélgetéseinkhez. Nagyon szívesen. Beának adjuk tovább a mikrofont, köszönöm szépen. Köszönöm. Szeretettel köszöntelek, én nagyon örülök, hogy itt vagy, mert én hát nekem még így beszélgetni nem nagyon volt lehetőségem szülésznővel, úgyhogy biztos, hogy nagyon sok érdekességet rólad is majd megtudunk. Köszönöm a meghívást. Hát szerintem a nézőknek nem kell bemutatnom kis Dávid Renátát, aki szerkesztő riporter műsorvezető kollégám a Fehérvár médiacentrumban, és hát nagyon örülök, hogy itt vagy, és majd rólad is érdekességeket tudhatunk meg. Örülünk, hogy így együtt lehetünk, szerintem minnyájunk nevében mondhatom. És hát az egyik nagy kedvencünk egyébként, ha szerintem Kire mondhatom. <laughs> mondhatom szerintem a Reni nevében is, Farkas Bozsik Gábor, a katasztrófavédelem védelem helyettese, ugye mondhatom így? Vagy csúnyán fogalmaztam, te csak tűzoltónak hívod magad. Így van, én csak ezt fogtam mondani, hogy tűzoltó. Köszönjük szépen, hogy itt vagy. Hát te is egy üdes színfolt vagy egyébként a mi életünkben. Már csak azért is, mert... Hát a nézők biztos tudják, vagy hát mi, mi, mi jobban tudjuk, a Renivel nagyon sok ilyen bakipar állítottunk már össze, és hát Gábor nagyon sokszor főszereplő szokott lenni benne, de nem azért, mert bakizik, hanem mindig olyan szituációkba kever minket, ugye, ami, ami, amit érdemes betenni. Véletlenül egy... sem mi kérdezünk butaságot, ugye? Nem, az elő nem fordul ilyen. Te egy ilyen vidám személyiség vagy? Igyekszem az lenni, mindig az lenni. Most is kérdeztem Renni, mikor leültünk még a műsor kezdete előtt, hogy mi újság, hogy vagyok, és azt szoktam mondani, hogy soha jobban. Tehát én azt szoktam mondani, hogy panaszkodni mindenki tud, problémája mindenkinek van, próbáljunk vidámak lenni, ne keserítsük, ne nehezítsük egymás életét. Én még próbálok vidám maradni. És ti? Ha már, ha már a témánkat felvezettük, mert ugye te azt mondod, hogy jó helyen vagy, Próbáljunk meg majd erről egy kicsit beszélgetni. Ugye a mai téma az az, hogy hogy a helyeden érzed-e magad, hogy megtaláltad-e azt a helyet, ahol, ahol jó vagy, amiben jó vagy. Picit én mindegyőtöknek az életéből arra lennék kíváncsi, hogy az, amit csináltok, az egyrészt, hogy jött az életetekbe, nyilván megvan, hogy miért csináljátok ezt, amit csináltok, és egyébként a magánéletben, a hátteretekben megtaláltátok-e a saját helyeteket. De a Hát köszönöm szépen. Én úgy érzem, hogy a helyemen vagyok. Nem kis munkám van benne, de gondolom, hogy a, a jelenlévőknek is. Talán a mi generációnk egy, egy küzdős generáció, tehát nem kaptuk könnyen, meg nem a szüleink öröksége az, amiben benne ülünk, és tanulni kellett, dolgozni kellett, és, és, mellé kapcsolódott az, hogy, hogy jöttek szerelmek, és, és, boldognak mondhatom magam. Na no, egy picit majd akkor ezt kirészletezzük, jó? Picit majd szeretném, ha mindegy őtöknek az életében jobban belelátnánk. Attila, te hogy érzed, hogy mennyire vagy a helyeden? Hát az én dolgom egy kicsit speciális, mert egy 22 éves mellékvágány után tértem újra vissza a az egész történet egy sima belvárosi sétának köszönhető. Vendéglátás előtt a 90-es években, a mind 90-es években én már vendéglátoztam, akkor volt egy 22 éves bútorgyártásos kanyarom, és mondom, az élet így hozta, és mindenki akármit, hogy meg kell küzdeni mindenért, kell egy kis szerencse is. Ha én akkor éppen ott nem sétálok, ha a feleségem éppen akkor nem azt mondja, hogy menjünk el sétálni egyet, lehet, hogy akkor nem vagyok a tulajdonos ennek a két vendéglátó helységnek. Igazából a mai generáció nagyon-nagyon furcsa. Tehát a mi generációnk az előre megy, küzd, halad, csinálja. Nem szabad feladni. Hosszú távra gondolkozunk, ennek ellenére, hogy nem vagyunk már fiatalok, én mind a két üzlethelységet tíz évben gondolkoztam, tehát nem vagyok az a tipikus, aki egy év alatt csodát akar csinálni. Igazából úgy érzem, hogy most, most vagyok az igazi. Tehát azt csinálom, amit szeretek, állítólag azt mondják, jól is csinálom. Úgyhogy egyelőre ennyi. No, azért ezt is ki fogjuk még beszélni egy picit. Reni, én ha rád nézek is, azt látom, hogy te a helyeden vagy. Amikor én minden nap látlak téged a munkában, akkor, és ezt most nem csak zárójában mondom, de ötök részéről szeretnék azért negatívumokat is hallani, tehát nyilván mindenkinek a saját szakmájában megvan a szépség és a, a, a csúnyaság, de én ahogy téged nézlek, az a lendület, amivel a munkádat végzed minden nap és nálunk tényleg azt el is mondhatom szerintem, hogy a, a magyar tévének is ugye dolgozunk, több televíziónak dolgozunk, de nálunk a magyar TV az egyik legfontosabb kapcsolat, és én azt látom, hogy a Reni minden nap nagyon keményen oda teszi magát, és bármilyen feladat jön, így megcsinálja, hogy én azt látom kívülről, hogy te nagyon a helyeden vagy. Te hogy érzed? Valamikor azért az a mosoly, ami, amit mondjuk sokan látnak a, az utcán, vagy otthon, vagy, vagy esetleg a munkahelyen, az nem mindig igazi. De egy kicsit rá csatlakozok arra, amit az előbb Gábor mondott, hogy viszont ez az állandó panaszkodás sem jó dolog, és szerintem néha jobb, hogyha ezt egy kicsit elrejtjük. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy mindent mondjuk a szőnyeg alá kell otthon, vagy a munkahelyen söpörnünk, de hogy azért jobb néha inkább még akkor is mosolyogni, hogyha fáj. Vannak dolgok az életemben, amik most is nagyon fájnak, és kiküszöbölni szeretném azokat a dolgokat. Én azt gondolom, hogy most a 30 felé közeledve, sétálva, most már azért a helyemen érezhetem magam, mind a munkámban, mind a magánéletemben mondjuk a munkában egy kicsit könnyebben jött, talán mondhatom, a magánéletben abban nagyon-nagyon nehezen, de most a Peti mellett, a férjem mellett most már én azt gondolom, hogy hogy én ott lehorgonyzom, letáborozhatok, és, és hát igazából nyugodt szívvel adhatom a lelkemet az ő kezébe. Akkor majd még ezt is jól kivesézzük. És Gábor, te pedig már elmondtad, hogy te úgy érzed, hogy a helyeden vagy, igaz? A tűzoltóságnál lehet, na, kezdem úgy, hogy ugye itt nagyon sokszor inkább negatív dolgokkal lehet találkozni a te munkád során. Mégis, mégis, a helyeden vagy, ha jól sejtem. A helyemen vagyok, tehát egyértelműen ezt tudom válaszolni, hogy hogy kerültem ide és miért érzem így. Hát ez kb. két és fél órában ki is tudom fejteni. A következő igyekszem visszafogni magam. Igen, a munkáknak a jelentős része az ö, negatív dolgok. Ugye az embereket, emberekkel akkor találkozunk, amikor ők bajban vannak, segítségre szorulnak. De ezt mindig hozzá kell tenni, hogy ezek a helyzetek a mi segítségünk, tehát most a tűzoltókra gondolok, és hát persze a rendőrök, mentők, de hát mindenki egy kicsit haza beszélt. Tehát a tűzoltóknak köszönhetően nagyon gyorsan oldódnak, nagyon gyorsan jobbra fordulnak. Nem minden esetben vannak tragédiák is, kisebb-nagyobb tragédiák, de az esetek döntő többségében jobbra fordulnak, és hát a tűzoltók szeretik azt gondolni, és szerintem joggal hogy az, hogy valaki megmenekült, visszatérhet a családjához, az élethez, és ezek nagy szavak, de szó szerint így kell érteni, vagy így kell gondolni, ez nekik is köszönhető. És hát ezek azok, a, ezek azok az impulzusok, amik az emberbe fenntartják egy tűzoltóban, meg mindenki másban, aki a hivatásában a helyére került, én úgy gondolom, ezek a pozitív impulzusok azok, amik fenntartják, hogy ezt miért, miért, csinálja 20 évesen, 30 évesen, 40 évesen, mert ahogy hogy körülnézek, és rettentő fiatalok vagyunk, nem öregek, Azért azt látom, hogy mindenki már nagyon sok... Ha egy hosszabb ideje, akkor maradjunk egybe hosszabb ideje őzi a hivatását. Igen, kezdjük akkor talán Attilával, hogy egy picit jobban belelássunk a te életedbe. Ugye mondtad, hogy volt egy nagy kihagyás, és hogy régen is vendéglátóztál. A vendéglátás, az hogyan jött az életedbe? Tehát miért pont ez? A kezdet is egy nagyon speciális dolog volt nálam. Nekem amikor a sportkarriernek vége lett, az mi volt a sport? Én korongoztam a legelsők között, uh -huh. amikor itt az alapító meg volt. Nekem az Ocskai Gáborék tanítottak meg korcsolyázni, az egész életemben ő volt az edzőm. Őt mindenki tegezi, a mai napig tisztelem és a mai napig magázom. Vége lett a jégkorongnak egy kisebb sérülés miatt, és ott álltam. Ugye már akkor sportfüzetést kaptunk, azt csináltuk, amit imádtunk, a hobbingból éltünk. És ott ártam, hogy na most mi, hogyan tovább? Hiába volt nekem technikai végzettségem, autószerű végzettségem, legyünk őszinték, mivel jégkorom volt, nem értettem hozzám, tehát egy percet szokmában nem dolgoztam. Mi legyen, hogy legyen, egy teljesen véletlen miatt kerültem a vendéglátóba, lekerültem Balatóra, Siófokra, kőkemény 90-es évek, az első ndk akkor jöttek nyugatnémet márkával, nagyon-nagyon komoly történelemről tudnék mesélni. Ott lenyomtam kőkemény három szezont a Siófokon a szállodasoron, és ennyi. Utána jött egy aktuális bútoros dolog, azt gyártásba, értékesítésbe végigcsináltam 20-25 évet, ennyi az életnek ez a része. Ez az új korszak, ez a két év távlata, ami most van, ez ugyebár ez a véletlen sétálgatásnak az eredménye. Újra jöttünk egy család mögémát, kőkeményen mögémát, segítenek, Bármi gondom van velem, vannak, igazából az egy elég komoly kapocs nálunk, mint család. Egy picit a családról is beszéljünk, milyen háttér van mögött. Hát a család nálam olyan szinten erős, 24 éve vagyunk házasok a feleségemmel, teljesen véletlenszerűen mai napon a házassági évfordulónk. Szeretettel gratulálok! <haz> Nagyon szépen köszönöm azért is mondanám így, hogy speciális, mert az én korosztályomnak ennek teljesen alapnak, szülők, nagyszülők teljesen alapot 20, 30, 40, 50 évig házasok voltak. A mai fiatalok ezt teljesen máshogy látják, majd ők is a helyére kerülnek, én azt gondolom. Van két nagy fiam, már mindegyik nagyon tudatosan építi a kis életét, az egyiknek már saját fodrászüzlete van 22 évesen, én azt gondolom komoly párkapcsolattal, másik fiam katonai pálya, de ő már az óvoda óvodás kora óta katona akar lenni, kőkeményen készül rá, iskolailag minden, hogy úgyhogy én azt gondolom nekem úgy munkába, úgy családba, igazából én, én nagyon a helyén vagyok most, per pillanat. Bea, Hát, uh, ahogy már mondtam is, szülésznővel még nem sikerült beszélgetnem, és nagyon sok kérdésem lenne. Ugye uh, egyrészt beszéljük meg azért azt, hogy neked hogy jött akkor az egészségügy, és ezen belül a miért pont ezt a szakmát választottad, és hát neked azért nagyon sok szépsége lehet ennek a, a szakmának, viszont vannak nyilván árnyoldalai is, de beszéljünk egy kicsit majd erről, hogy a, te hogy látod, hogy mik a pozitívumok, mik a negatívumok? Most azt jutott eszembe a pozitívumokra és a negatívumokra, hogy angolból, amikor szóbeli vizsgán volt, ugyanezt kérdezte a nyelvtanár, hogy mondjam el, hogy még a pozitívumok és a negatívumok. Igazából, hogy, hogy kerültem ilyen az egészségügyben, szerintem erre születni kell, tehát az ember érzik kisgyerekkora óta ezt a késztetést, hogy, hogy segíteni szeretnél embereknek, aztán általános is iskolába esetleg ö, utatba kerül egy ö, pár csodálatos tanár, aki, aki vezet téged, meg szereteti a, a biológiát, az emberi test működését. És ez engem érdekelt, és, és úgy gondoltam, hogy, hogy az egészségügyi szakközépiskolába fogok elhelyezkedni. És az, hogy miért lettem szülésznő, ez pedig a kórházi gyakorlatok során, ami szintén nem volt könnyű, tehát 14-15 évesen látni az emberi szenvedést, a, a különböző műtéteket, tehát meg kellett erősedni lélekben, hogy ezt bírja az ember. És akkor becsöppentem a szülészetre, gyakorlatra, és ott éreztem azt, hogy ez, ez a csoda ezt szeretném csinálni, és, és, ha az egészségügyben maradok, akkor itt tudok kiteljesedni. És tényleg olyan, olyan szeretett ö, energiák mozognak meg ö, nap mint nap a, a munkám során. Akár nőgyezeti, akár várandós ö, nőkkel találkozom, hogy, hogy minden nap hálát adok a Jóistennek, hogy, hogy én itt lehetek. Az az érzés, amikor meglátsz egy kisbabát, mert ugye ott vagy, és végig kíséred. Sőt, nagyon sokszor egyébként a szülésznő az, aki, aki, akin a hangsúly van, igaz? Tehát nagyon sokszor van, hogy a nőgyógyász már tényleg az utolsó pillanatban ér oda, vagy lehet, hogy oda se ér. Hogy az milyen érzés, hogy te ott lehetsz, és valakinek a, 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 amikor az élet kezdődik, akkor te, te ott állhatsz, és láthatod. Igen, ez minden alkalommal, mintha saját gyermekem születne, tehát legalább annyira izgulok, hogy minden rendben legyen. És... Igazából tényleg egy, 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 egy misztikus érzés ez, amikor, amikor egy gyermek megszületik. Ugye nagyon divatos az apás szülés, bizonyára ti voltatok a, a, gyermeketek születésénél. Amikor a családot megszületik, az, az egy ilyen lebegés. Tehát ezt nem lehet szavakkal elmondani, de ott mindenki egy, egy tíz másodperccel a lebeg, amikor megszületik úgy az újszülött, hogy egészséges, és, és minden rendben van. Egyébként... Jó, Nyilván számszerűen nem tudod megmondani, de Igen. azért úgy nagyságrendileg hány gyermek születhetett hát nálad? volt idő, amikor számoltam, és, és mindig kapunk fotókat, ezeket uh, tényleg gyűjtöm. Uh, 22 éve uh, vagyok szülésznő, és uh, hát uh, több ezer, nem tudok, nem tudok számokat mondani. Tényleg. Ez napi szinten egyébként? Napi szinten nem minden szülésnél én, én segítkezem, én már egy középvezető beosztásban vagyok, de vannak ugye felkért szülések, amikor konkrétan megkérnek bennünket, hogy kísérjük a várandóságot, legyünk ott a szülésnél, és akkor, akkor segítünk. Úgyhogy van, hogy naponta, van, hogy egy hétig nem kell esetleg bent, bent lennem szülésnél, de hát vannak egyéb más dolgok is, tehát nem csak, nem csak a szülészettel foglalkozunk, hanem, hanem nőgyógyászattal is. Ugye szülésznőknek az önálló várandós gondozásra, az önálló szülésvezetésre van kompetenciájuk. Pár évvel ezelőtt megszületett ez a törvény, amikor olyan divatos dolog lett az otthon szülés, akkor ezt úgy keretek közé kellett zárni, és a szülésznöknek egyetemi képzettségük van, tényleg nagyon sokat tanulunk, és az egészséges szülés körül minden tevékenységet végezhetünk. Vannak kórházak, ahol kevesebb kompetenciát engednek a szülésznöknek, nálunk abszolút bátran adják az orvosok a stafétet, és ott observáljuk a kismamát szülést vezetünk, illetve még a, a szutúrás ellátásra is van kompetenciánk. Tényleg nagy, nagy, a felelősség az mellett, hogy cukik és babák születnek. ugye ez egy családbarát szülészet, ugye ezt már nagyon sok helyen hallani itt a Székesfehérvári, illetve férmegyei Szent Szentgyörgy kórházban, és hát ugye a, ennek atya, ugye a Hagymási László főorvos, aki egyrészt a te főnököd, másrészt a férjed. Megbeszéltük a műsor előtt, hogy ezt elmondhatjuk, úgyhogy egy picit beszéljünk erről, hogy, hogy hát ugye ez nem egy Annyira régi történet, neked azért vannak gyermekeid, mesélj picit, hogyha igen, lehet, igen. hogy mit, mit lehet erről tudni, és egyébként erről a közös munkáról, hogy hogyan tudjátok egymást támogatni ebben, hogy tényleg ez egy ilyen munkahely legyen, egy ilyen, nem csak hogy munkahely, hanem egy ilyen szülészet, egy nőgyógyászat, ami tényleg családbarát, és csak erre fókuszál, és mindent megenged. Így van, most ez nagyon divatos dolog, ez a családbarát szülészet, de ö, valóban az én férjem ezzel már évtizedek óta foglalkozik, ö, könyvet is írt, családközpontú szülészet címmel, ö, és hál' Istennek, hogy most már a társadalomnak is nagy igénye van rá, a, a politika is támogatja ezt, és mind nagyobb örömet tudunk okozni a családoknak ö, a szülőszobákon. Az, hogy a, a, a gyengétszületést biztosítjuk, ez sem... Ö, mai ö, keltű dolog, hiszen ősidők óta a, a bábák, az orvosok ö, igyekeznek a, minél kíméletesebben világra segíteni egy-egy gyermeket. Azt, hogy most ö, ez így keretbe lett foglalva, ez tényleg nagyszerű dolog, és hogy elterjed országosan, nem csak a mi intézményünkben, ö, ezt is így ö, tényleg nagyon ö, örülünk, és, és és segítjük is a többi intézményt, esetleges ötletekkel eljönnek hozzánk, és, és tényleg csodálkoznak, hogy milyen gyönyörű ez a szülészeti osztály. Mindenképpen kell hozzá egy kreativitás, hogy valaki jó vezető legyen, mert azt, hogy a kismamák is jól érezzék magukat, a hangulatos szülőszobákat megteremteni, hogy bevittük az aromaterápiát, hogy, hogy kicsit ilyen lakberendező szemmel is berendezzük a szülőszobákat ehhez tényleg kell egy, kell egy alapkreativitás, egy alapintelligenciája az orvosnak, nem csak jó orvosnak kell lenni. Úgyhogy tényleg csak így szuperlatívuszokba tudok beszélni a, a férjemről. Egyébként nekünk szülésznőknek nem ő a főnökünk, hanem az ápolási igazgató. Ő az egész osztályt vezeti. Szabó Bakos Így van, Szabó Bakos Zoltán, ő a mi ápolási részről a vezetőnk, de természetesen ami az osztályon történik, a protokollok azok az ő nevéhez fűződnek. És hát igazából én elváltam, és a munkahelyen mi együtt dolgoztunk, jól együtt dolgoztunk, abszolút kiegészítettük egymást, és igazából nem tervezett együnk, egyikünk sem közös jövőt, de valamiért olyan, olyan elementális erővel sodrottunk egymás felé, hogy ebből csak szerelem lehetett, és nagyon-nagyon és megéljük minden nap azt, a csodát, amit szerelemnek nevezünk, tehát tényleg. És ez ennek hány éve? Most tudom, hogy most volt az esküvő. Igen, most volt rég. az esküvőnk. Egyébként úgy hivatalosan hat éve vagyunk együtt. És, és, hát idén januárban még, még, a koronavírus járvány előtt sikerült elutaznunk. Egyikünknek sem ez az, egy, az első esküvője, és ezért szerettünk volna valami különleges helyszínt. És a Maldív szigeteken házasodtunk össze, egy, egy pici szigeten, egy három kilométeres szigeten, és, és csodálatos szertartás volt, tehát a, Tényleg. Tehát úgy kell elképzelni, hogy a homokban, a homokban fehér ruhá, fiú-lány fehér <laughs> ruhá. Igen, mezétláb, mezétláb, igen, igen, és tényleg minden természeti energiát, a szeret, a napot, a vizet, a, a, a földet, a homokot a lábad alatt érezted, és nem nem kellett arra figyelni, hogy mit szól a rokonság, kinek ízlik-e az ebéd, vagy csak egymással kellett foglalkoznunk. Úgyhogy. Akkor uh, ilyen szinten is a helyeden vagy. Igen, igen. Ez látszik is rajtad egyébként. Reni, uh, beszéljünk egy picit arról, hogy te hogyan csöppentél hozzánk. Ugye a kezdet az nem volt könnyű. Én emlékszem arra néhány napra, amikor uh, te, mint szerkesztő-riporter megjelentél nálunk, és uh, hát nálunk azt a nézőknek el kell mondani, hogy ugye vannak a szerkesztő riporterek, akiket kiküldenek ugye egy, egy sajtóeseményre, bármi történik, akkor mennek, és ők azok, akik ott állnak a kamera mellett a mikrofonnal. És ugye vannak minden nap napi szerkesztők, akik az adott napért felelősek. És az akkori főszerkesztő úgy gondolta, hogy a Renninek ahogy megjelent első nap, szerintem, nem tudom, majd javíts ki, remélem jól emlékszem, de hogy már másnap te napi szerkesztő voltál, amihez azért kell egyfajta rutin, kellenek azok, hogy, hogy most tudjunk mondjuk anyagot írni, tehát hogy ehhez már, már azért több rutinra lenne szükség, és téged így hirtelen beledobtak a mélyvízbe. Ö, amit egyébként én azt gondolom, hogy szerintem ennek az eredményét látjuk ma a munkádban. Én nekem csak ez a véleményem, de mesélj erről, hogy te ezt hogy érted meg. Te rádióztál előtte. Igen, és szerintem nagyon sokaknak ismerős a név Nagy Zoltán Péter NZP, hogyha sokan így ismerik inkább jobban. Ö, nagyon hálás leszek neki mindig is ezért, hogy ő aztán beleugrasztott a mélyvízbe a második napon aznap nem voltam hálás, mert sírva mentem hazáig, és sírtam az anyunak a telefonba, hogy én ezt itt nem fogom bírni, pedig még csak a második nap telt el, tehát a második nyolc órám telt el. Aztán egyébként szépen lassan rájöttem arra, hogy hogyha egy kicsit tényleg az embert mélyebben beledobják abba, ami egyébként a szíve vágya, de még egy kicsit talán idegen, akkor még az jól sülhet el, és igazából ezt mondhatom, hogy talán akkor jól sült el, rádióztam előtte, úgyhogy a tévé az nagyon idegen volt nekem, mind képernyőileg, mind az emberek tekintetében, tehát azért a rádió mögött, a mikrofon mögött akár kis szemmel is ülhettem, vagy, vagy nem kisminkelve, nem hajat megmosva, mert azért valljuk be szerintem, és most itt most minden rádiós kolléga szeme szerintem felcsillan, hogy ott azért nem vágjuk magunkat mindig ö, ö, olyan formában, hogy az tényleg képernyő képes legyen, mert ott nem látnak minket, maximum a kollégák, de azért a tévé szerintem egy kicsit más, és hát ennek köszönhető, hogy azokat is megismerhettem, akik most mellettem ülnek, és hogy ha már szóba hoztalak titeket, én azt gondolom, hogy azért is nagyon jó, hogy így mi mindannyian itt vagyunk négyen egymás mellett, mert mindegyik őtökhöz kötődök valamilyen szinten, vendéglátóztam is egyébként, nagyon szerettem pultozni, még régebben, a régi korszakomban, Beáékkal pedig szerintem a Kórház kapcsán rengeteget megyünk interjúzni, nagyon-nagyon belelátunk ebbe a családbarát kórház fogalomba is, vagy témába, és mi ezt meg is szoktuk mutatni a televízióban, úgyhogy szerintem ezt is nyomon követhették a nézők, hogy ott milyen fejlődés ment végbe szülőszobákon át, a kora tulajdonképpen mindenbe beleláthattam, és most is egyébként kiráz a hideg, mert, mert nekem ez egy olyan érzés, amikor oda betoppanok, hogy hát a szívem facsarodik ki például a kora szülőt pedig aztán ott helyreigazítottak, hogy ott nem sírni kell, ha ne, a kollégák már felvilágosítottak, hanem örülni annak, hogy ők ott vannak, és ez valóban így van, hogy ezek a kicsik ott lehetnek. Gáborral pedig azt gondolom, hogy igen, szintén nagyon sokat találkozunk, és nagyon örülök ennek is, hogy ezt megtapasztalhattam, hogy a tűzoltóságon milyen munka folyik. Egy napotokba bele is láthattam, amikor leforgattuk egy napotokat. És, és én azt gondolom, hogy ezek, ezek nagyon jó dolgok, tényleg. Minden nap új embereket ismerünk meg, akiket pedig régebről ismerünk, mindig újakat tudnak nekünk megtanítani. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó dolog. Ami egy kicsit a szülészetben még ö, fájdalmas pont, hogy hát nekünk még ö, nincsen baba. De nem adom fel, és megint a Gábor szavait idézem, hogy nem panaszkodásképpen mondom. Én azt gondolom, hogy az, hogy nekünk még nem lehet az én részemről, az, az, az igazából inkább egy kihívás. És egy olyan akadály, amit, amit konkrétan például egy olyan ember segítségével is fogok tudni legyőzni, aki mellettem ül. Mert én a Beától olyan erőt kaptam a betegségem kapcsán, és ez a szó szerint ez az endometriózis, amire szokták mondani, hogy nem a hiszti, nek a latin neve, jó indulatú daganatok, de azt hiszem, hogy a Bea erről sokkal többet tudna mondani, ami miatt még gát nálunk az, hogy baba legyen. De a Bea nagyon sok erőt adott és biztatott, úgyhogy én amióta vele beszéltem erről, és amilyen szakmai háttérrel mögöttem egészségügyileg és szakemberileg, az nagyon sok erőt ad. Úgyhogy igazából nagyon jó, hogy így mindenféle ponton tudunk mi kapcsolódni. Én így érzem, úgyhogy talán ez így röviden, vagy egy kicsit hosszabban a válaszom a kérdésedre. Na, hát ebből is látszik, ugye, hogy a mi szakmánk az meg azért ennyire különleges, mert hogy nagyon sokféle kapcsolatot tudunk napi szinten ö, szerezni, és tényleg mi meg olyan dolgokba belelátunk, amit úgy ritkán van egy hétköznapi embernek rá lehetősége. Ö, viszont, ö, hogy visszaidézzelek, ugye az elején mondtad azt, hogy bele lettél lökve vízbe, meg én is mondtam, és hogy ennek itt az eredménye. Egy kicsit ö, szerintem a, én azt gondolom, hogy nem is baj, mert ugye nálunk meg ebben a szakmában nincs idő arra, hogy valakit kitanítsunk, hogy kineveljünk, és ugye tényleg nálunk megjelenik valaki, akkor azonnal menni kell magyar tévének bejelentkezni. Fogalmunk sincs, hogy hogy kell, de meg kell csinálni, és kész. De viszont ez egy pozitív adre, adrenalin is lehet. Igen, és szerintem egyébként ez megint egyezik mindannyiunkban, hogy nincs nagyon idő gondolkodni a vendégnél, hogy most milyen koktélt kért, és úristen annak milyen az alapanyaga, most akkor azt hogyan fogom összerakni, közben három, 4 öt, hat vendég már vár. A szülészeten azt hiszem, hogy ott sincs idő sem a császár császármetszésnél, sem egy sima szülésnél várni. És hát, hát a tűzoltónak meg aztán végképp nem szabad katasztról. megállni az ajtóban. Igen. De erről a Gábor többet tudna már a szakmaisággal. Mondtál egyszer, ne haragudj, hogy közbeszólok, de ez annyira aranyos volt, és az egyik baki parádénkat kell, hogy idézzem, mert mondtál egyszer egy olyat, hogy... hogy kaptatok egy kis felszerelést, már nem emlékszem pontosan, mi volt a csákveri önkéntes tűzoltok, és azt mondta, kérdezte tőled az egyik kolléganőnk, hogy mit fogtok vele csinálni, és azt mondta, hogy itt fogjuk nézegetni. Ez volt az egyik poén, amit bevágtunk ebbe a bizonyos baki parádéba. Tehát azért gondolom nem nézegetitek a felszerelést, mielőtt rohanni kellene a tűzbe befele egyáltalán nem nézegetjük, de mire a válaszomat kifejteném, szeretnék akkor kapcsolódni a előzőekhez, hiszen bátorítottál is minket, hogy egymással is beszélgessünk. hogy az előbb, ahogy ecsetelted, illetve felvillantottad a szülés, egész pontosabban a születésnek a gyönyörűségét. Hát én ezt megélhettem, és most nem a saját gyermekemre gondolok, nem tudjátok. Én mentőápolóként dolgoztam közel tíz évig a tűzoltóság mellett, és Számtalan esetben vittünk szülésre váró vagy szülés előtt lévő édesanyákat kórházba. Egy alkalommal nem sikerült de eljutni a kórházig. Mentőautóban született meg Budapesten a bakcsomópontnál egy kisfiú, úgyhogy ott konkrétan átéltem ezt a élményt. Óriási szerencsém volt mentőápolóként, hogy egy olyan mentőorvossal, egy hölgyel voltam egy kocsin, aki mindent tudott, nem csak a születésre, hanem a sürgősségi orvostan ától z ig és vissza is úgyhogy ez egy hatalmas nagy ö, ö, élmény volt. A veled kapcsolatban meg az jutott eszembe, illetve veletek, riporterek, rádiósok, tévések, hogy és a mélyvízről, vagy mélyvízre utalva, hogy főleg az elején, amikor ez a mélyvíz effektus még van, és még nincs meg a rutin, bár a rutin az néha talán rossz is tud lenni, szerintem, a közember egy kicsit már elmegy abba az irányba, hogy mindent csípőbe, csuklóba megold, hogy esetleg a partnerek, már úgy értem a partnerek, hogy akikkel interjút készítesz, vagy készítetek, azért ők ebbe tudnak segíteni, nem? Én azt gondolom, hogyha kérdeztek és egyszavas választ kaptok, az, az mondjuk nem könnyű, nem könnyíti meg könnyű, a helyzetet, főleg a nem? a gyerekeknél nem könnyű. És akkor én, amikor te kezdted itt a Fehérvár tv akkor kezdtem szóvívősködni, hogy egy kicsit ki egyszerűen fogalmazok, illetve nem olyan régen csináltam, és akkor én teljesen beleéreztem ebbe a történetbe, próbáltam segíteni a munkád azzal, hogy Próbáltam szépen beszélni, egész mondatokban válaszolni, és közérthetően, tehát nem a szakzsargomba elveszni. Hát, hogy ezt ez mennyire sikerült, ezt nem nekem kell megítélni. Nagyon sokat segített a Gábor abban is egyébként, igen, hogy például amit még nem tettem fel kérdést, ő már azt elmondta. De, illetve, hogy reflektáltál a, a, arra a kérdésre is, amit tulajdonképpen még fel sem tettem. Tehát ez is mutatja azt, hogy mennyire jó kommunikációs készséggel bír, mert meg hát ahogy gondolkodik nyilvánvalóan, mert segített egyből, igen, a, azzal, hogy amit még nem tettem fel kérdést, ő igazából arra is már válaszolt. Arra gondoltam, hogy ez nem titok, nem árulok semmilyen titkot. Minden szóvívő vagy kommunikációval foglalkozó ember, legyen az bármelyik szakterületen az életbe, de itt a rendvédelemnél, illetve hát a mentőszolgálatnál. Tehát nem titok, hogy vannak olyan dolgok, amikről nem beszélhetünk. Ugye vannak személyi jogok, vannak a nézőknek, hallgatóknak más-más az érzékenységi szintje, akár ugye képanyagban sem lehet mindent megmutatni, és ez így helyes. Tehát vannak olyan dolgok, amikről nem beszélhetünk, és viszont a kérdéseknek a java része, vagy a legtöbb kérdés az pont ezekre a részekre irányul, amiről nem beszélhetünk. És akkor ezt kell egy kicsit valahogy egy ügyes kedve kikerülni és megválaszolni. De a felszerelésünkről nem beszéltem végül is. Na akkor mesélj! Tehát nem csak nézegetjük, természetesen nagyon sok-sok felszerelés eszköz van. Ugye említetted a Csákvári Tűzoltó Egyesületet, hát én ez nem csak a hivatásos tűzoltó lét kapcsán kapcsolódom, hát ezt nagyon jól tudjátok róla, most a két hölgyre gondolok, hiszen én csákváron lakom, és ez a Tűzoltó Egyesület az én szívem csücske, és próbálom egy kicsit igazgatni, és egy kicsit együtt élni velük, úgyhogy hát próbálunk tenni a jó lokálpatriótaként ott, ott a Csákvár és a szomszéd községgántnak a különböző ilyen mentőtűzvédelmi feladat, érezt ezt így hívjuk hivatalosai mentőtűzvédelem. Visszatérve erre a beszédkészségre, mi mindig, amikor visszatérünk egy-egy riportról, akkor mindig szoktam hallgatni, hogy a kollégák mondják, jaj, de jó, hogy a Gábor ilyen jól elmondta, úgy összefoglalta, tehát, hogy nálunk azért nem mindegy az sem, hogy kivel hogyan beszélünk, meg kinek milyen a beszélőkéje. Hát voltak érdekes történetek. Ugye hétvégi interjú kár esetek kapcsán, és akkor kérdezik, hogy hol találkozhatunk, és akkor szoktam mondani, hogy Csákváron, mert ugye én ott lakom. Úgyhogy a mi tűzoltószertárunk már nagyon sokszor volt háttérkép. A családi házunk is volt már egy párszor rózsabokrokkal háttérkép. És kutyákkal. Kutyákkal. Ugye szoktam mondani, hogy rendvédelmi dolgozó, tehát rendőr, tűzoltó, büntetés, végrehajtás, katona. Neki mindig fázik a feje, tehát ugye minket sapka nélkül tévében nem lehet látni, tehát bármi van, akkor egy sapka, sisak, bármi, ami éppen ahhoz a ruhához, egyenruhához valahoz föl kell venni. Hát voltak olyanok is, a strandpapucs, bicsnadrág, védőkabát, sisak, hiszen a, beülünk a kamera az csak mi is ugye felfelé mutat. Igen, a fiúk szoktak nálunk így beülni a híradóba, hogy rövid is közben, így nyakkendő És egy kicsit alacsonyabb esetleg a kérdező, akkor én meg az árokban állok, belelépek az árokban. Én egyetlen egy kérdésem lenne, főleg hármótokhoz, mert a ti szakmátok, illetve a ti dolgotok olyan, hogy nincs, nincs lehetőség hibázni. Hogy ez ezt hogy dolgozzátok fel? Mert amíg nekem egy alkalmazott kivisz egy rossz koktélt, kimegyek én személyesen, elnézést kérek, ajándékba adom, pillanatok alatt reagálni, meg tudom volna, bármit. De a te esetedben, neked egy élő riportnál, neked meg főleg, hogy ezt ti hogy bírjátok idegileg, illetve hogy oldjátok meg, hogy állandóan mindig és ott mindig ott lebek, hogy csak ne hibázak, nem hibázhatok tökéletesen. Egyszerűen ez minden tiszteletem a tietek. Ez az első, amit így földobnék, kíváncsi lennék erre, illetve a második, hogy én a feleségemmel együtt dolgozom. Ez a párkapcsolatban együtt dolgozás holott mindenki azt mondja, hogy gyakorlatilag ez egy, ez egy teljesen halálra ítélt dolog, és itt a, én szerintem a te példád, illetve az én példám, hogy ez nagyon nem így van. Kíváncsi lennék, hogy erre... Így van, én is így érzem, hogy abszolút tudjuk segíteni egymást, és ha külön vagyunk, akkor, akkor iszonyat hiányérzetünk van, hogy hol van, hol van a másik. És mi a szülések többségét is együtt gondolszuk, együtt kísérjük, együtt vezetjük, és szemrebbenésből megértjük egymás gondolatait. Ugye egy jó szülésztőnek az a feladata, hogy felismerje az adott vajudás alatt, hogy mikor van vészhelyzet, mikor kell megnyomni ezt a csengőt, hogy a hátam mögött szóljak az orvosnak, hogy itt most már be kell avatkozni, és, és esetleg császármetszés szülésbe fejező kell végezni. És igazából szerencsés vagyok, hogy van a hátam mögött valaki, akinek szólhatok. Ő mögöttem, mert nincsen senki. Neki van egy nagyon nagy tudása, tapasztalata és tényleg megold minden. Ezt most le is kopogom, mert mind az édesanyák terén, a nőgyógyászati, onkológiai, daganatos műtétek terén. Tehát mi minden nap sokat beszélgetünk a betegekről, hogy átbeszéljük az aznapi dolgokat, hogyan lehet tényleg még, még több pluszt adni, segíteni esetleg egy daganatos betegnek min lehet változtatni, hogy még jobb legyen a szülészeti ellátás, ugye pont most zajlik a, a felújítás, a családbarát szülészeti pályázat, csodálatos lesz a szülőszoba, ha minden igaz, július közepén bejöhetnek az apukák, és indulhatnak a, a tejfakasztóra majd hozzád <laughs> serezni, mert azért Ez fontos, hogy fenntartsuk a, a tejtermelést és tényleg nagyon-nagyon a legtöbb első szülőpár jön szülésfelkészítő tanfolyamra, nem tudom, hogy ti annak idején voltatok-e, de első szülésnél nagyon jó ez, amikor a házas párok még a teljes ismeretlen birtokába eljönnek, és így így szomjazzák a tudást, hogy mi lesz majd a szülőszobán, mi lesz a várandóság hátralévő részében, mi lesz majd, amikor megszületik a baba, és, és tényleg elsajátítják elméletbe ezeket a készségeket, és annyira bátran ö, jönnek már a szülőszobára, hogy ö, tényleg ö, önbizalommal, egy felénk irányuló ősbizalommal, hogy elhiszik azt, hogy, hogy ezt megcsináljuk közösen, és ez egy csapatmunka lesz. Még mielőtt, mielőtt még válaszolnátok ti a Attila kérdésére, még egy nekem is lenne egy kérdésem hozzátok, hogy ti, akik a párotokkal dolgoztok egy szakmában, az ugye ti most a pozitívumot emeltétek ki mind a ketten, de ugye amikor hazamentek, mert mondjuk, hogyha, na nem én, hanem mondjuk, mondjuk Gábor, ha hazamegy, akkor nem tudja mondjuk pontosan úgy megbeszélni a dolgokat a feleségével, ahogy ti. Mert ti ugye ott voltatok egész nap. Meg hogy ez ennek, nincs -e ennek egy Negatív hátulütője, hogy de még mindig a szakmával, még mindig a munkával foglalkoztok, amikor hazamentek. Hogy nem, nem tudjátok -e ezt időben lepakolni, vagy ezt hogy kezelitek? Hát az igazság az, hogy mindenki azt mondja, hogy jobb nem hazavinni a munkai problémákat. Mindenhol vannak problémák. De én azt gondolom, hogy ha az ember mellett van egy olyan társ, inkább 20-szor ki kell beszélni egy problémát, mint hogy ne beszéljünk róla. A, amit elmondtál te is az előbb, mi egymásra nézünk, és már látjuk. Tehát nem is kell mondani, hogy hogy gondolta, én ha szólok, tehát nem is kell szólnom, nem is jó, hogy szólok, ránézek, és tudja, mit akarok. Innentől kezdve bezárunk, együtt megyünk haza szépen, és már útközben megbeszéljük a dolgokat, de van egy pillanat, amikor azt mondjuk, jó, innentől kezdve nem beszélünk a sorozóról, nem beszélünk vendéglátóról, holnap új nap, nekifutunk még egyszer. Úgyhogy mi nálunk ez lekopogom, én is lekopogom, gyönyörűen működik. Egyébként, miha mi, elmegyünk egy társaságba, soha nem beszélünk a, a munkánkról, mégis ez annyira érdekes az emberek számára, hogy mindig ott kötünk ki. És, Ugyanez jutott eszembe, hiába nem akarok kérdezni róla, meg tudjuk, hogy tűzoltó vagyok. Hogy igen. lettél tűzoltó? Tehát? Igen. igen, 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 abszolút, és esetleg a saját problémájukat felhozzák, vagy, vagy van a családban egy beteg, akit szeretne elhozni, vagy majd szülni fog a lányom, és, és hozzátokhoz nem, tehát óhatatlanul erről beszélünk. Egyébként a, a Maldiv szigeteken is így alakult, hogy nem akartuk mi ezt elmondani, hogy, hogy, mi a mi foglalkozásunk, de egy pillanat alatt kiderült. Tehát valamiért ugye megkérdezték, hogy, hogy mivel foglalkozunk, és akkor már jöttek is a kérdések. No, és akkor Ráni meg Gábor még akkor ti is reagáljatok Attila felvetésére, ugye, mert hogy mondta, hogy, hát, hogy le a kalappal nem hibázhattok. Érdekes, amit mondott az Attila, mert én meg pont úgy látom, hogy mi a nézőktől nem feltétlenül kaphatunk olyan személyes visszajelzést, mint mondjuk te a vendégek részéről, hogy mondjuk hát odaborítja mondjuk az asztalra, hogy köszönöm, ez nem egy jó koktél, amit egyébként nagyon nehezen képzelek el nálatok. Vagy kapunk egy sms azért, ugye? De igen, 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 előfordulhat. Tehát, hogy mi azért talán ennyire személyesen nem kapunk kritikát, negatív kritikát, azt gondolom, úgyhogy én meg pont nálatok gondolnám, hogy kicsit talán nehezebb, de hát én azt hiszem, hogy aki dolgozik, az hibázik, és itt van egyébként most olyan operatőr kollégánk is a teremben, a másikuk pedig kint, a Megyeri Zoli és a Körtvélyes TV, akitől én nagyon sokat tanultam például, hogyha hibázunk, akkor mondjuk azt uh, hogyan uh, kompenzáljuk, vagy hogyan javítsuk úgy, hogy mondjuk a néző ne vegye észre. Zoli is, és a Tivadar is nagyon sok olyan instrukciót tud adni egy-egy forgatáson, vagy egy-egy élő adás előtt, esetleg utána, ami hasznunkra válhat szerintem utána. Úgyhogy ez nagyon jó, hogy így tudjuk egymást építeni nálatok is. Azt hiszem be, ahogy tényleg a te szavaidból is azt vettem ki, hogy, hogy egymást támaszai vagytok Attiláéknál is, és szerintem ez nálunk is így van, hogy nagyon sokat számít, hogy kivel dolgozunk együtt. Az biztos, de felelősség teljes, az is biztos. Gábor, és nálatok ez a hibázás? Mert hogy nálatok azért gondolom megvan az az egy-két pillanat, amikor még gondolkodhatsz, és aztán már nem. Nagyon érdekes a kérdés, és soha nem tették még fel ezt a kérdést így. Lehet, hogy másnak igen, aki ebben a szakmában, hogy hivatásban dolgozik, nekem még nem. És jó, hogy az utolsó voltam most a sorban, mert tudtam gondolkodni, egy kicsit fel tudtam készülni. Nem gondolom, hogy nem hibázna a tűzoltó, mindenki hibázik, közhely, de hát egyszerűen így van. Én inkább megfordítanám a dolgot, hogy mit tegyünk annak érdekében, és ez nem csak a tűzoltóra, mindenkire igaz, hogy minél kevesebb legyen ez a hiba, vagy ha megtörténik, akkor olyan mérték, olyan szintű legyen, ami korrigálható, pozitív irányba javítható, és hát semmi más a felkészültség, a tanulás. Tehát ezek csak csupa közhelyek, frázisok, pufogtatom, de hát szerintem mindenki, aki a szakmájában, hivatásában sikeres, és már az elején utaltál, hogy mennyit kellett tanulni, felkészülni, te visszataláltál a vendéglátózáshoz bizonyára nem véletlenül. Tehát ennek megvoltak az okai, és most nem a anyagi és a materiálisra gondolok, nem a lelki okokra, meg hogy hol érzed magad jól. Tehát csak a felkészülés a felkészültség. És hogyha az ember felkészült, és bízik magában, akkor határozott lesz és határozottnak kell lenni, tehát nem. Hát majdnem úgy mondtam ki, hogy gondoltam, de hát ez egy tévéműsor, úgyhogy akkor ezt a kifejezést most hanyagolnám. Tehát nem szabad, nem szabad úgy csinálni, mint aki tétovázik, mint aki gondolkodik, hanem azonnal cselekedni kell, tenni kell. És hát nem csak azért, hogy a a bajba jutott ember minél előbb segítséghez jusson, minél előbb a mentő dolgozók hozzájutassanak, hozzáférjenek a sérülthöz, hanem ennek megvan a pszichológiája. És ha olyan sérülttel találkozunk, olyan mentendő emberrel, állattal is akár találkozunk, aki eszméleténél van, lehet, hogy térben és időben nem orientált, de nagyon jól tudott, hogy miről beszélünk. De a magabiztosságot kell sugározni, mert próbáljunk egy pillanatra belegondolni, mint egy gépjárbővel szorult ember helyzetébe teljesen mindegy most, hogy ő a vétkes vagy a vétlen oldalon ült, vagy ő a kevésbé vétkes vagy a inkább vétlen egy balesetben, de egy pillanatban még A-ból B-be utazik. Gondolatok, célok, esti tervek, másnapi munkaprogram, majd feltűnik egy autó szemből, körülbelül egy tized másodperc, és kész. A vége van mindennek, Ú, legalábbis így érzi az az ember, aki ott ülben az autóban, nem veszíti el az eszméletét, sőt még a tudatánál is van, tehát nagyon jól tudja, hogy mi történt, emlékszik mindenre, és vár. Jó esetben megállnak az autósok, hívnak segítséget, beszélnek hozzá, siréna, stb. stb. És ő ebből az egészből azt érzékeli, hogy nagy a baj. Ugye fél azért is, hogy vele mi történt, meg mi fog történni, mik lesznek a következmények. Félti rögtön a családját, hogy ki fogja őket eltartani, a gyermekei most ekkora, most akkora, ha nagyobb, akkor lehet, hogy pont esküvőre készül. Tehát rengeteg, ez mind-mind pörög az ember fejében. És akkor jönnek a tűzoltók, és a tűzoltók uniformizáltak, védőruha, sisak. A tűzoltóknál, tűzoltóknak egy káresetnél, így hívjuk baleseteknél, tűzeseteknél, nincs arca. Tehát hogyan is lenne. És akkor nagyon fontos, és ezt tanítjuk is a tűzoltó kollégáknak, én a tűzoltóságon belül ezzel is foglalkozom képzéssel, kiképzéssel, tanítjuk is a tűzoltó kollégáknak, hogy nagyon fontos, hogy minél előbb tűzoltót bejutassunk mondjuk egy összeroncsolódott autóba. Most többet beszélek balesetekről, kevesebbet a tűzesetekről, hiszen ott nem befér, ott ki kell jönni minél előbb, tehát ott nincs mese. És azon kívül, hogy a, a sérülthez bejutott, vagy a sérült mögé bejutott -e tűzoltó, ott megteszi azt, ami a feladata, meg a mentőorvos mentőtiszt irányításával segíti az ő elsőség vagy egészségügyi ellátását, beszél hozzá, hogy hívják, mi a neve, stb. stb. És egy nagyon jó módszer, hogyha ha mondjuk van olyan, hát nem tudom másképp mondani, olyan karja, amit tud használni, tud mozgatni, hogy bevonjuk a saját ellátásába. Fogja meg ennek a pokrócnak a csücskét. Azért mondom a pokrócot, mert hogy ott dolgoznak a különböző mentőszerszámokkal, ott fémszilánkok, üvegszilánkok röpködnek, vagy fogja meg a saját infúzióját. Ez nem azért van, mert nem lenne ott elég tűzoltó vagy mentő dolgozó, aki ne segítene, mert gondolj bele annak a pszichológiájába, hogy be vagyok szorulva, szó szerint is minden értelemben, teljesen ki vagyok szolgáltatva vadidegen embereknek, de van egy mozzanat, van egy pillanat, ahol saját magamon tudok segíteni. Tehát mégse vagyok teljesen elveszve. Érdekes, amit mondasz egyébként tényleg, és itt is a kommunikáció. A, a, a saját, oldalunkra kell, saját oldalunkra kell fordítani. Saját oldalunkra kell fordítani az ő helyzetét, és akkor sokkal könnyebb, lesz, sokkal sikeresebb lesz a mentés. És egy utolsó gondolat csak, hogy másnak is adjak teret a mikrofonba beszélni, hogy nem hibázhatunk, még egy dolog segíti az embert ebben, és megint egy óriási nagy köszönet fogok mondani. hát Ez a csapatmunka. Tehát én hibázhatok, miért ne hibázhatnék? Hogy a csodában -e? Lehet rossz napom, lehetek kialvatlan, nem találkoztam még ilyen helyzettel, mit tudom én. De ott van mellettem egy, kettő, három, négy, öt, hat, tíz másik tűzoltó a szülőszobán. Hát a ha most műtőde. körbenézel, Tehát akkor mindenki. ott vannak, és segítjük egymást. Hogy hát, ne hibázhatok. Ezek az azok a műfajok és szakmák, ahol nem lehet egyénileg megoldani a dolgokat. Azt szoktuk mondani és azt tanítjuk, érdemes. hogy egy tűzoltó nem tűzoltó. És ez egyébként a nagyon kőkemény a szakmai szabályzatokban is le van írva, hogy minimum ketten mennek mindenhova. Tehát egy tűzoltó sose tűzoltó, hiszen ha az egyik bajba kerül, rajta is segíteni kell esetleg. A műsorunk vége felé közeledünk sajnos. Mindegy szeretnék egy olyan sztorit hallani, ami olyan emlékezetes volt, akár a vendéglátásban vagy a szülészetben kiemelkedő, akár vicces, akár furcsa, vagy bármilyen. Van-e ilyen a gondolatotokban, akinek először van, az mondja először, és akkor többiek addig gondolkodjanak? Nekem egy negatív jutott eszembe, és akkor azért kezdeném én, mert talán a többieknek pozitív, és akkor ugye pozitív lesz a műsor kicsengése, csak még a, mielőtt a felvétel elkezdődött, mondtad, hogy lehet nyugodtan akár a szakmán kivatásunk negatív oldaláról is említést tenni, és eddig mosolyogva és kedvesen mindenki mondta, hogy megszületnek a babák, jól érzik magukat a vendégek, megmentünk mindenkit, és ez korán sem van így. Két nagyon gyakori kérdés van a szakmámmal kapcsolatban, az egyik, hogy lettem tűzoltó, a másik pedig az, hogy mi a legemlékezetesebb. És akkor erre szeretnék egy nagyon rövid történetet megosztani, ami egyáltalán nem pozitív kicsengésű. És ezt azért szoktam elmesélni erre a kérdésre, vagy hát most magamnak tettem fel a kérdést, <laughs> milyen jól csinálom, e, hogy nem mindig a nagy tüzek és a nagy balesetek lesznek az emlékezetesek, feltétlenül. Ezt a kezdő tűzoltóknak szoktam elmondani, mert mindenki a nagy tüzet várja, mindenki az óriási feladatot, a heroikus küzdelmet várja, és nem feltétlenül az lesz az emlékezetes a számára. Egyet már megemlítettem, ez pozitív volt ez a mentőzésnél a gyerekszületés. A másik pedig én 2011-ig Budapesten voltam tűzoltó, és ez még ahhoz a érához kötődik, és a belvárosban voltam az ötödik keretben tűzoltó, és hát elég gyakran mentünk, kaptunk riasztás metrógázoláshoz. Nagyon csúnyán hangzik, de az esetek döntő többségében ez egyáltalán nem volt olyan tragikus, mint a, ahogy hangzik, mert a, akik a metró szerelvény elé alá kerülnek, az esetek döntő többségében vagy nem gondolják szerencsére kellően komolyan az öngyilkossági szándékokat, vagy az utolsó pillanatban nem tudom, sose akarom megtapasztalni, az élet ösztön az arra készíteti őket. A metró alagútban van egy úgynevezett életmentő árok, és akkor a szerelvény fölötte elhalad. Hát ez a fiatal ember, akiről szól a történet, nem így gondolta, ő mindent megtett azért, hogy véget vessen az életének. És hát ilyenkor megvannak a különböző hatósági aktusok, ugye a rendőr kollégák végzik azt a szemlét, amit ilyenkor végezniük kell, és ennek része az is, hogy a, a bajba jutottnál, vagy az elhunyt embernél lévő személyes iratokat, holmikat, ami nála vannak azokat, tehát ki kell venni a zsebéből, és a rendőr jegyzőkönyv ezeket rögzíti. És én voltam az az ember, aki ennél a fiatalembernél ezt a feladatot akkor végezte és egy, az egyik zsebében, egyik és zsebében, így a oldal zsebében, mint hogy most itt nekem is, egy telefon volt. És így hát nem voltam a metro alagútban, tehát ahol a szerelvény nyer, és a peronon álló rendőrnek így nyújtottam fel, és megcsörönt. És hát a fene akarta bocsánat a kifejezésért megnézni, de hát automatikus csörög egy telefon, mit csinálsz? Hát rögtön ránézel, ez egy tök automatikus reflexió. És hát mit írt ki a telefon, hogy anya. És ilyenkor? Hát ez nem ilyenkor libadőrös. elő kell venned. Na, ilyenkor van az, hogy nem gondolkodhatsz. És ilyenkor, van el, az, ilyenkor van az, és volt egy kérdésed, amire nem válaszoltam, hogy, hogy, az én párom nem ebben a szakmában dolgozik, 16 éve vagyok házas, nagyon jól ismered a feleségemet. nem azt mondom, hogy kíváncsi, mert az, 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 az egy ilyen kicsit pejoratív értelmű szó, azt mondom, hogy őszintén érdeklődő. Tehát minden érdekli, ami az én hivatásomban, szakmámban kapcsolatos. Azok a részletek is érdeklik, de nem a más bajában való turkálás miatt, hanem miattam, és ezt érzem rajta. Tehát én vele mindent meg tudok beszélni, mindent el tudok mondani, mindent megért. Van a szűk családi körben, akinek nem lehet elmondani mindent, mert ő egyszerűen ezt, ezt egy kicsit így kizárja az életnek ezt a oldalát, vele mindent meg tudok beszélni. Úgyhogy ilyen esetekben például ő van ott még jó, hogy ott van akkor. Pontosan. Reni? Hát egy kicsit visszakanyarodva a balesetekre, talán, hogyha negatívum, akkor az azt gondolom, hogy negatívum, hogyha balesethez kell rohannunk, az, az, az a, amit én nagyon nem szeretek, és nagyon sok évig megviselt. Aztán, amit a Bea mondott az előbb, hogy lelkileg itt azért meg kell edződni mindannyiunk szakmájába, tök mindegy, hogy melyikünkéről van szó, meg kell edződni. Ebben is nagyon sokat segítettek a kollégák, megedződtem, de a, tehát már nem, nem a sírás kerülget, lehet, hogy ez így most furcsa talán kimondva, még akár magamnak is, de már nem sírva jövök el egy-egy eseményről, egy-egy halálesetről, hanem úgy ezt magamban el tudom rendezni, és most már otthon sincs erre szükségem, hogy valaki segítsen és hadd beszéljem ki. De azért itt vannak nagyon aranyos és kedves forgatások is, engem nagyon szeretnek az állatok megtépázni, főként a bőrcsekieimet, és akkor azokat úgy ők szeretik levenni rólam, akár egy élőadás keretében, vagy egy stand-up keretében, amikor a nézőknek akár bemutatjuk az adott helyszínt, az adott jelenlévőket, vagy az adott állatokat esetleg. Hát ilyen volt egy szarvassal is az esetem, amikor mellette álltam, etetni próbáltam a kerítésen keresztül, hogy szépen látszódjon mellettem a kamerába, láthassák majd a, a nézők. Hát ez nem úgy el, ahogy akartuk, a Tivadar kollégámmal szintén, hát egy kicsit bekapott engem a szarvas, <laughs> és próbált tulajdonképpen áthúzni a kerítésen. Ami aranyos, azt szerintem ez. egy ez, ez egy, nagyon ez egy színes aranyos. jellegzetes történet volt. Igen, innen. és akkor talán azt hiszem, hogy ezekkel lehet -e a rosszabb, vagy a negatívabb forgatásokat egy kicsit úgy, hát megfakítani. Bea, neked van? Történetet. Hát Én nem emelnék ki egy esetet sem, mert ugye az orvosi titoktartást, ezt tudjuk, hogy a szülés az egy módosult tudatállapot, érdekes színben tűnnek fel időnként a nők a szülőszobán. A legemlékezetesebb talán, amikor a testvérem gyermekét segítettem világra. Nagyon megható volt, minden szülés nagyon megható, és nekünk segítőknek az előbb szemeden is láttam, hogy elérzékenyültél. Tehát, hogy nagyon nagy szívvel kell rendelkezni minden segítőnek, aki, aki ezt a, a munkát végzi, hiszen azt, azt az embert be kell fogadnod abba a pillanatba, és a saját önző félretéve, meg minden egyéb dolgunkat félretéve, akkor ott segítővé kell válnunk, és, és um, nem, nem számít semmi más, csak az adott pillanatban, hogy ott legyél segítsél, és, és tényleg ez a hivatásunk lényege. Köszönjük, és a neked? Hát, nekem az utolsó pár nap két pici apró története volt, amit tudni kell rólunk. Hozzánk olyan széles vendégréteg jár a sportolóktól, az ügyészek, a rendőrök, a szerintem törzs vendégünk, a Médiacentrum igazgatója is. Úgyhogy mindig van történet nem a vendégek közben, de mindig van egy-két olyan asztaltársaság, személy, akivel mindig idézőjelben probléma, ami nem probléma, mert víztesként kezeljük. Az egyik ilyen történet, komoly asztaltársaság, komoly számla, úgy alakult pont, egy ember hiányomot, és én beálltam dolgozni, én szolgáltam fel őket, én vittem ki a számlát, és mondták, hogy értik a számlát, de a főnökkel megvan van beszélve, hogy ők kedvezményt kapnak. Na mondom, szuper, én vagyok itt. Nem, nem a főnök, hanem a, a tulajdonos, mondom, az is én vagyok. És az nagyon kellemetlen volt mindenkinek, ő nem gondolt, ő próbált egy, egy kedvezményt kísérni, adtam volna neki, ha úgy áll hozzá, de így mondtam, hogy nem, sajnos nem. Ez az egyik. A másik pont két-három napja történt egy törzsvendégünkkel, ő évek óta, amióta nyitva vagyunk, ő mindig nagyon nagy borszakértőnek tartja magát, és már annyira kikészített mindenkit, mondom, gyerekek, váltok ki, kimegyek. kimegyek, és akkor megkértem név nélkül, hogy szeretném segítségedet kérni, jött négyfajta új fehérborom, szeretném, ha megkóstolnád és mondanád véleményt. Minden a négy pohárba ugyanazt a bort kitöltöttem ajándékként, és végighallgattuk gyönyörűen a szakértelmet, ahogy ő elmesélte, hogy ez ilyen savas, olyan az íz, a hatás, a nyelv mondom, szuper, név nélkül mondom, figyelj, minden négy ugyanaz volt. Úgyhogy így zárnám azt a És még a vendéged? És a mai napig vendégem, most már nem borozik, most a sörbe játja a szakértő, most jó, mert sörből van 9 féle söröm, most az lesz a következő, hogy ugyanazt kiviszem neki 8 féle pohárba, mindegy, kedves, normális füzet, minden nap. Én. És utána jön a pálinka. És szépen sorba megyünk. Na no, hát örülök, hogy ezért itt a megható pillanatok után egy kicsit vidámabbra sikerült ennek a műsornak a vége. Már-már azt gondoltam, hogy egy ilyen pozitív körbe csöppentem, ahol egy ilyen személyiségfejlesztő körben próbáljuk megbeszélni a dolgokat, és ez így volt jó. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és meséltetek magatokról, a szakmátokról, a magánéletetekről, és nagyon jó rátok nézni, és nagyon jó látni, hogy tényleg a helyeteken vagytok. Úgyhogy köszönöm szépen. szépen és további vagy? további köszön. nagyon sok sikert És te vagy? Én igen. <laughs> köszönöm a kérdést. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, legközelebb is találkozunk. Viszontlátásra!